Sziasztok srácok, üdvözlök mindenkit, a nevem Redrock. És kértétek tőlem azt, hogy csináljak már egy olyan videót, amiben megmutatjuk, vagy megmutatom, hogy hogy is kell beállítani, vagy én legalábbis hogy állítom be a kormányt, pedált és a váltót az RTS2-be. Ugye hát nekem egy Logitech G920-asom van, ugye nincs más dolgod, mint a keresőbe beírod, hogy mint amit én beírtam, hogy Logitech G920 driver. Na, ugye ezt én beírtam, és kiadta maga ezt az oldalt. Ugye itt rögtön van egy olyan, hogy download, ezt akkor rámegyünk, és akkor ugye itt kiadja, hogy ki lehet választani azt, hogy most milyen Windowsod van, 8-as, 7-es, Vista, 10-es, vagy éppen egyéb. És akkor én ezt mind a kettőt én leszoktam tölteni. Lehet, hogy sokan azt mondjátok, hogy felesleges, nem kell, stb. Én ezt mind a kettőt leszoktam tölteni, feltelepítem, az a biztos. Maximum nyomtok utána egy restartot, hogyha ez automatikusan nem történik meg. És hogyha ez megvan, ugye akkor be fog nektek adni egy ilyen programot. És ugye itt nekem mutatja, hogy itt van ugye maga a kormány, a kamera, és hát most jelenleg ez itt nekem nem üzemel, de viszont a joystickomat azt nem mutatja, de az is rá van kötve, de majd meg fogjátok látni valószínűleg. Na, és akkor ugye maga a kormányról, váltóról, pedálról elő lesz szó, ugye erre rámentek, és ugye itt van, itt alapból beadja a gombokat, hogy ezekhez hozzá lehet rendelni bizonyos dolgokat, hogyha szeretnétek. Hát srácok, én igazából ezt nem szoktam, itt semmihez nem szoktam nyúlni. De ami a legelső, amikor elindítod a programot, akkor bead egy ilyen keresőt, és ő megkeresi nektek azokat a játékokat, amik föl vannak neked telepítve, és ők automatikusan kipipálja, és nincs más dolgot, csak leokézod, és ide föntre berakja. Ha ez megvan, akkor mehetünk a beállításokba, de ugye itt tudod változtatni azt, hogy most itt ugyanúgy itt van a joystick, vagy a váltó, itt vannak a pedálok, gázfék, kuplunk, és akkor lehet menni a beállításokba, ugye itt vannak ilyen általános beállítások, bizonyos, amiket én alapon szoktam hagyni mindent, igazából ugye ez a kamera, azt hiszem, igen, ugye itt maga a programnak a frissítését tudod ellenőrizni, akkor itt, hogy mi legyen az alap profil beállításod. Igazából én ezeket nem szoktam használni, semmit, tehát én ezekhez nem szoktam nyúlni, nem szoktam így foglalkozni, hogy most még plusz ezekkel is kelljen törődni, hanem azt szoktam csinálni, hogy itt a kormánynál tudod állítani azt, hogy bizonyos dolgokat, ugye például érzékenység, hogy milyen érzékeny legyen a kormányod, hány fokba forduljon a kormányod, ugye hát alapból egyértelmű, ha már 900 fokos, tehát hogyha 900 fokos kormányod van, az egyértelmű, hogy 900 fokba fogod használni RTS2-be, de például Farming Simulatorban van másik fokba kell használni, mert nem biztos, hogy a traktornak ugye a 900 fokba fordulna, az olyan könnyű lenne kormányozni. Vagy éppen ott van a egyéb autós játékok, ahol nem biztos, hogy 900 fokba kell használni, de ugye ennek utána néztek, hogy melyik játéknak melyik az, ami megfelelő. Középállás rugó erőssége, ugye az azt jelenti, hogy ha tekered jobbra-balra a kormányt, hogy milyen erős legyen a fizikája annak, hogy visszaáll középre. Tehát igazából én ezt 10%-on szoktam itt hagyni, mert úgyis majd az RTS2-be fogom beállítani. Na ugye igazából erről a programon nagyon nincs más, amit én szoktam álligatni, ugye mondom annyi, hogy letöltöm, feltelepítem, és akkor itt hozzáadom a egyéb játékokat, hogyha van erről szó, de ezt majd későbbiekbe, következő ilyen dologba. Na nézzük a játékot, maga az RTS2-t, hogy akkor ugye azt én már elindítottam. Ugye itt is vagyunk, ugye
ami legfontosabb, hogy begyük a beállításokba, és a irányítás, ami elsősorban kell nekünk. Ugye itt rögtön ki tudod választani, hogy ugye alapból csak billentyűzet, vagy billentyűzet kormányzás egérrel, billentyűzet kormányzás speciál pedál használattal egérrel. Ugye alapból csak billentyűzet van. Na, ugye én nekem most itt kiadja ezt, hogy kiadja a Logitech G920 kormányomat, meg alatta kiadja a joystickomat is már, ugye amit jelenleg ez a program nem mutatott, de viszont mégis működik. Ugye simán rámenjünk ugye a kormányra, ugye itt ami tehát itt rögtön be tudod állítani, hogy mi legyen, ugye most a itt a joystickomat már tudnám használni, de ugye alapból kormányra teszünk. Sebességváltó, hát több funkciót lehet választani. Én ugye 12 sebességes váltót szoktam használni, tehát én H-váltót használok. Automatát ugye azt rögtön kikapcsolom, tehát hogy maradjon, tehát hogy a pedálokat kelljen használni. Kormányzás érzékenysége, ugye ezt be tudod állítani. Ugye itt viszont a következő, amiről beszéltünk az elég, hogy a visszarugó kormányzásnak, a középreállásának a visszarugózása, az 10%-on vanna. Ugye itt ezeket tudod állítani, hogy neked milyen érzékeny legyen, mennyire akarod a kormányodat igazából terhelni, vagy nem tudom. Én ugye eleve én nem szoktam autóversenyzős játékokat játszani. Én próbálom, jó, biztos bírna a kormányom, de nem akarom, meg nem is. Tehát én nekem RTS2-re, ilyesmire kellett a kormány, és azért is, de mondom itt én ezeket így olyan, hát na mondanám, hogy negyedre beállítottam, de hát úgy randomra beállítottam, és úgy kényelmesen tudom forgatni a kormányt a játékba, és igazából jó, hogyha ezeket még nehez, még föntebb tolnám, akkor már valamikor két kézzel kellene belekapaszkodni igazából a kormányba, de ugye igazából itt vannak ilyenek, amiket fentebb tehetnél, hogy például a terephatás erőssége, hogy még jobban rászkódjon a kormányod, motoreffekt erőssége, hogyha bekapcsolod a motort, akkor még erősebben érezzed azt, hogy igenis jár a motor, hogy a kormány illetve a kezedben, hogy már segged is már belerezeg, és igazából én ezeket úgy visszavettem, mondom én ezen a dolgon szoktam itt használni. Utána vannak a kormány, ugye maga a kormány, ugye azt ide rákattintasz, és akkor ugye elkezded forgatni a kormányodat. Utána visszafordítod, teljesen a másik akadásig, elengeded, és akkor ő szépen automatikusan be fog válni neked középre. Gáztengely, ugyanígy rányomolsz erre, hogy aktiválod, gáztengely, elengeded, kész. Ugyanúgy féktengelynél meg tudod ezt csinálni. És ennyi. Ugyanúgy a kuplungnál, akinek van kuplungja, ugye azt ugyanúgy rányomod, benyomod a kuplungot, kész. Igazából ezzel több nagyon funkciója nincs. Múltkor volt egy olyan, hogy valakinek nem működött, és ugye igazából akkor ezekkel tudod itt variálni, hogy mi legyen beállítva, hogy legyen beállítva. Srácok, én nekem alapból ezt adta be, nekem nem kellett ezeken álligatni, így működött rögtön elsőre, én ezeket se változtatom. Ugye itt van az, hogy felnézés, és akkor én a kormányomnak mindjárt be is adom azt a képet, de a felnézést én úgy szoktam csinálni, hogy... hogy nekem ezek a gombok, tehát itt bal ez a digitális irányítókult, nekem ezek a gombok vannak beállítva felnézésre. Tehát akkor olyankor én megnyomom a felfelé gombot. Hol vagyunk? Felnézés. Tehát akkor annyi, hogy megnyomom a felfele gombot, és akkor automatikusan a lefele gombot is hozzá fogja igazítani, nem kell variálni, itt ugyanúgy a balra gomb, megnyomom balra és kész. Na, és akkor ugye most jön igazából a váltó az, ami kicsit megint változtatnunk kell. Ugye itt be kell állítanod azt, hogy
ugye ott beállítottad, hogy H-váltó, ugye akkor tartomány szerinti felezőre tesszük, mert ez így megfelelő. Utána itt tudsz adni, hogy milyen, hogy legyenek hangok, meg egyéb dolgok. Videót csinálok egy pillanat. És akkor utána ugye itt be tudod állítani, hogy milyen viselkedése legyen mondjuk a váltónak. Nek ez egy egyszerű figyelmeztető hang, nekem ez bőven elég. Ugye itt akkor be tudod állítani a hátra menetet, itt be tudod állítani a váltó fokozatokat. Ugye igazából a hátra menet ugye az rögtön abból áll, hogy rákattintasz, lenyomod a váltót jobbra hátra, vissza kiengeded és be, ennyi, és akkor rögtön beaktiválta. Ugyanúgy az 1-es, 2-es, 3-as fokozat, ugye azokat beállítod, ugyanúgy, és akkor utána ugye itt van az, hogy ugye tartomány szerint itt felezőbe raktuk, ugye itt van, hogy váltókapcsoló 1. Na hát erre a gombra ugye rákattintasz, és én ezt a gombot ugye már most alapból 1-től 6-ig tudod pakolni a sebességet, meg ugye lükvercre. Ugye, hogy föl tudja pakolni 7-től 12-ig, ugye akkor ugye az a tartomány szerinti felező, tehát az akkor már felső sorba kell pakolnod a dolgokat, és ugye ahhoz kell egy gomb, amivel ezt ki tudod küszöbölni, hogy ne csak hadsebességet pakoljál. Ezért én ezt a gombot, erre a gombra állítottam be, és amikor elérem azt a sebességet, hogy most már hatodikból felső sorba pakolok, akkor elsőbb megnyomom ezt a gombot, utána kuplunk, beteszem mondjuk hetedikbe, és akkor már a felső sort pakolja. És mikor vissza akarok menni, mert mondjuk emelkedő van és nem bírja a hetediket, akkor megnyomom megint a gombot, beteszem mondjuk négybe, ugye ami valójában 10 lenne, hogyha felső sorba lenne, és akkor azt, jó, most egy kicsit gondolkoztam, hogy is van, ugye, és ez valójában 10 volna, de ugye mivel megnyomtad a gombot, így visszatette, tehát alsó sorba, és akkor a negyediket fogja neked bepakolni. Igazából itt ez az egésznek a lényege. Automata váltó, ugye ezzel nem kell foglalkozni, mert nincs miért. És akkor itt más nincs is beállítva. Ugye maga itt a váltót ezzel beállítottuk, esetleg még a kormányon ugye vannak több gombok, amiket ki tudsz használni, azt meg úgy szoktuk beállítani, hogy billentyűk és gombok. És akkor amint láthatjátok, hogy itt az elsődleges, másodlagos. És akkor például én nekem itt a irányjelzők ugye be vannak állítva másodlagos gombra. Ugye ez azt jelenti, hogyha nincsen rádugva a billentyűzetem, akkor automatikusan az elsődleges dolgokat tudom használni, de viszont hogyha rá van dugva a kormányom, akkor automatán visszapakolja, és akkor használja a másodlagos gombokat. És akkor ugye itt fényszóró, egyéb dolgok be vannak állítva bizonyos gombokra, ahogy neked kényelmes, ahogy neked a kezedre esik, és akkor igazából a lényeg ennyi volna, akkor majd mindjárt meg is mutatom nektek. Igaz, hogy nem tudom, hogy tehát mindegy, megmutatom úgy nagyjából, hogy hogy is néz ez ki. Mindjárt beülünk a gépágyúba. Ugye annyi, hogy most nem fogjátok látni, de viszont megpróbálok nektek egy kicsit úgy elmondani, hogy mégis mit csinálok, hogy lássátok, hogy el tudjátok képzelni, hogy miket nyomkodok, vagy éppen mit is csinálok. A betöltött drága. Na, ugye itt is vagyunk a garázsba, ugye alapból, hogyha én megnyomom a gázpedált, akkor beindul a kamion. Ugye a gomboknál, ugye én nekem a X, a jobb oldali X, B, Y, A, az X-el tudom a világítást kapcsolni, B a fényszóró. Az A, Y, azt jelenleg nem tudom micsoda. A bal oldalon a LSB, az a belső nézet, a fölötte lévő gomb, az a két kis ablak, az a külső nézet. Külső, ez ennyivel kapcsolom. A jobb oldalt van ugye a RSB, az a T, azzal tudom felleakasztani a pótkocsikat,
a fölötte lévő a három vonal van, az meg az Enter. Igazából az az elfogadás. Más gombok ugye, amik még vannak a kormányon, ugye a felnézet, jobbra nézet, balra nézet. De amikor ezeket megcsinálod, akkor annyi, hogyha nem középen áll, nyomsz egy egyes gombot, és akkor automatikusan ugye beáll. És akkor ugye most be kéne nekünk, várjátok, beállítunk egy ilyen zoomolást, mint azt már nagyon nem tudom, hogy azt hol kell beállítani, de gondolom csak a billentyűzeteknél, hogy van egy olyan funkció, hogy rá tudsz közelíteni az a baj, hogy nem tudom, hogy ez most hol van. Ugye ezek a kamerák. Jó, egy pillanat. De én azt a bal kontrollra szoktam tenni, hogy nem tudom, hogy most tudom-e majd nektek. Lehet, hogy jelenleg nem fogom megtalálni. Hát valahol biztos, hogy benne van, csak most én nem találom. Viszont lehet, hogy pedig abba kell lenni, nem a játékmenetbe. Hát srácok, most valahol ott volt biztos, de nem figyeltem. Na mindegy, igazából a lényeg az, hogy akkor most megmutatom nektek. Tehát most benyomtam a tuklugot, nyomok egy egyest, és akkor látjátok ott, hogy egyesbe van. És most elindulunk. Ugye kiengeded a tuklugot, mész. Felváltottam kettőbe. Úgy. 3. Na viszont, ugye, hogyha megnyomom a gombot, most van lükverc egybe, megnyomom a felső tartományt, ugye akkor 3-ba lesz, R3-ba. És akkor ugye eleve a tolatás is sokkal gyorsabban megy, de viszont akkor látjátok, hogy a felső tartományban rögtön ugye a 1-es helyére teszem, akkor 7-be fog indulni. Ugye ez lehet, hogy a rakománynál nem biztos, hogy jó. Ugye most 9-be tettem, megnyomom a gombot, vissza 2-be. Remélem halljátok, hogy a motor rögtön visszabőgött, hogy azért tényleg felső sorból visszaraktad alsó sorba. Ugye most lükvercből 3-ba, úgyhogy nem álltam meg. Ugye rögtön már ezért kapott is a hulladást. Mindegy, megpróbálok hogy kimenni az útra egy csöppet, azt tudom, hol a kiára, hogy hol tudunk kimenni. Ugye most megnyomom a külső nézetet. Aha, valahol itt lesz a kiárat. Ugye és igazából valamelyik nap fel is mondtátok nekem, hogy miért nem hadsebességes váltót használok. Gyerekek, azért, mert így nekem sokkal jobb az, hogy kihasználom azt, hogy igenis játék adta örömöket, vagy éppen amiket a játék gazdák betesznek. De itt most majd megfordulunk. Megvárjuk itt a kollégákat. Bocsánat, egy kis koccanás volt.
Na és akkor megyünk. Ugye most vagyunk háromban, nyomok egy felső sort. 8. Érzitek, hogy 3-ból 8-ba feltettem még üresen is, azért nem nagyon akar kipörögni. Ugye utána már, hogyha felpörgött rendesen a motor, akkor jó. Ugye és akkor utána 10. És akkor itt majd visszafordulunk. Visszatesszük 2-be. És most visszatesszük alsó sor 1-be. 4. Felső sor 8. És most is 4-ből 8-ba tettem. Most 10. Ugye mondtam, mindig mondom nektek, hogy a körforgalmat úgy 7-be, hogyha 7-be mentek, pótkocsival, mindennel az úgy kényelmes. Hát azért az úgy nem rossz. Azért úgy 7-kel a mész, azért azt még elbírja a gépet, és könnyebben tudsz azért úgy forogni, nem kell olyan nagy tempóval bemenni. De hogyha úgy érzitek, hogy nektek a 7. az nem felel meg, akkor mentek kisebben, nagyobbal, de én biztos, hogy nekem az a 7-ben megyek, az bőven jó. Na szóval azért látjátok, hogy így működik a rendszer. Hát remélem, srácok, hogy tudtam ezzel a kis időzőjelesen tutoriál videóval segíteni nektek, azoknak, akiknek nem ment a beállítás. Mondom, a lényeg az, hogy amit az elején láttatok, hogy amit le kell tölteni, azt letöltitek, feltelepítitek, és akkor utána fog működni minden. És igazából ennyi lett volna ez a tutoriál videó, ezt megkapjátok vasárnap vagy kedden, még nem tudom melyik nap, attól függ, hogy fogom tudni összevágni, és készülök a többi tutoriál videók, amit kértetek, és hogyha még szeretnétek tutoriál videókat kapni, akkor írjátok meg nekem Facebookon privát üzenetbe, és akkor én készítem nektek ezeket a videókat, és minden héten, kedden és csütörtökön fogjátok kapni a tutoriál videókat, hogyha kértek. Ugye hétfő, szerda, péntek az live, hétvégén megint live, szombaton biztos, vasárnap meg, ha úgy van időm, akkor elkészítem a tutoriál videókat, és akkor azokat megkapjátok következő hét két napjába. Köszönöm szépen a figyelmet, srácok! Ha úgy érzitek, hogy igenis segítettem nektek, akkor toljatok egy lájkot, és akkor iratkozzatok fel a csatornára, és osszátok meg minél több barátotokkal, emberekkel, hogy minél többenhez eljusson ez a videó. Köszönöm, srácok, hogy itt voltatok, mindenkinek kellemes videónézést kívánok, sziasztok!